2012-ben még szomszédünnep elnevezéssel jött létre az a kezdeményezés, amely mára már teljes joggal vált a Rákoshegyen élők egésznapos közösségépítő eseményévé. Miután a rendezvény évről évre a Sóska utcában valósul meg, így Szabó Tiborné önkormányzati képviselő, aki az összejövetel szervezője és házigazdája is egyben, a szomszédságában élő Takács Gáborral közösen ötletelve a Sóska nap elnevezést adta ennek a főzőcskézős, beszélgetős szabadtéri programfolyamnak. Először csak úgy május 1-e környékén volt, aztán azt mondták, hogy hát ezt meg kéne ismételni, úgyhogy tulajdonképpen az autómentes nap, amikor van, akkor is szoktunk ilyet csinálni, és akkor gyerekek játszanak, rohangásznak, beszélgetnek, bemehetnek hozzá, nyitva van a ház, tudnak az udvarba mindenféle játékban részt venni, a szülők meg itt nyugodtan, békésen beszélgetnek, mi főzünk valamit, és aztán mindenki, amit hoz, mindenki betesz valamit a közös asztalra, enni, inni valót, süteményt. Ma már lángos hoztunk, isteni finom zöldséges lepcsánkát tettünk. Reggelire mindenféle hidegtál finomságok voltak, kolbász, szalámi, hagyma, szóval nagyon jó volt. És mindenki jókedvű, vidám, az időjárás meg csodálatos, úgyhogy lehet ennél szebbet kívánni. A lángoson és a magyaros ízvilágú hidegtálakon kívül egyaránt készült még a helyszínen felállított bográcsban csülkös bableves házi csipetkével, valamint marhalábszár pörkölt nokedlivel. Szabó Tiborné kifejtette, a Sóska nap nem csak közösségépítő erővel bír, hanem elősegíti a közbiztonság javulását is, ugyanis minden ilyen alkalommal egyre inkább megismeri egymást a lakóközösség, ami pedig magában hordozza az egymásra való intenzívebb odafigyelés lehetőségét a hétköznapokban is.